Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Újfent a csomagtelepítéssel, a csomag eltávolítással, azaz a csomagok menedzselésével fogunk foglalkozni. Miért? Mert a múlt alkalommal bemutattam egy Arch Linux-ra készített, nagyon-nagyon jó és szépen kinéző grafikus felületet. A maiba egy univerzálisabb, hiszen Debian és Arch alapon is működni fog, illetve Flatpak, AppImage és egyéb ilyen függetlenebb csomagokat is tudunk vele telepíteni. Lényeg. Az első lépésben érdemes felmenni a honlapomra, és a leírást követni a telepítéshez, átolvasni a cikket, hiszen a telepítés egyébre itt nem szeretnék kitérni. A Arch Linux alatt az AUR-ban bent van, tehát kell egy AUR helper, számomra a J, azaz a jaj, a kedvenc, és fel kell rakni. Ennyi. Telepíteni nagyon egyszerű. Az az igazság, hogy a honlapjukon, illetve a GitHub oldalukon nem találtam Debian telepítést, így mindenkinek azt javaslom, hogy az itt leírt, oda lapozok, hova lapozok, ide lapozok, azaz pip 3 install bauh. Azaz kiderült, hogy B-A-U-H a neve, ahogy a leírás szerint úgy kell mondani, hogy bau. Hát én ezentúl bau-nak fogom hívni. Feltelepítettem, kipróbáltam. Azt kell mondanom, hogy nagyon szépen dolgozik, meglepően szépen dolgozik. Több olyan eszközt kipróbáltam, ami akár az Archhoz, akár a Debianhoz úgy készült, ő bizony a Flatpaket, az AppImage-et, a Snappet alapból kezeli, és ő azzal dolgozni fog, azaz nem lesz olyan problémánk, hogy különböző típusú csomagokat nehézkesen tudunk felrakni. Én ezzel a gondolattal többször éltem, megpróbáltam párat, és nem igazán voltak jók, és nagy meglepetésemre ez első osztályúan működött. Hát el lehet indítani telepítés után természetesen start menüből, de hát mi professzionálisak vagyunk, tegyük meg azt, hogy hogyan? Természetesen CLI módba, azaz terminálba indítjuk, beütjük, hogy bauh, és mindenféle beállítás nélkül el fog indulni. Én az első körben mindenkinek azt javaslom, ha valamit kipróbál, és van rá lehetőség terminálos indítása, akkor próbálja meg terminálból elindítani. Itt nem, de az esetek nagyon-nagyon nagy részében előfordulhat az, hogy ő valami hibát írt ki, nem talál egy ikont, nem talál egy témát, vagy éppen valami beállítási problémája van, az hamar kiderül a terminálból, hiszen kapsz egy folyamatot, ahogy ő települ, ahogy ő dolgozik, ahogy ő elindul, és azt ott te látod, és ha problémás valami, ki tudod javítani. Oké, el is indultak a dolgok, én ezt becsukom, hogy azért tiszta legyen a háttér, és ezt átrakom. Átrakom a másik monitorra, ne zavarjon bennünket, kinagyítom, és már látható is, hogy egy normál telepítő eszközt kaptunk. Azaz, mit tud ez? Telepít, leszed, frissít, keres, csomagokat ide-oda tudsz vele paklászni, azaz szuper. Első gondolat, hogy az upgrade-et meg tudjuk-e vele csinálni, azaz a rendszer frissítést terminál vagy komolyabb program indítása nélkül ezzel meg lehetne csinálni. Igen, meg lehet. Ő úgy indul, hogy az alap frissítéseket fel szeretné rakni számunkra. Az a lényeg, hogy ha az upgrade gombot megnyomjuk, ő fel fogja telepíteni a dolgokat villámgyorsan, ugyanúgy, mint bármely eszköz. Azaz, upgrade-elni tudunk. Ha pedig az upgrade-hez hozzátartozó, tehát upgrade-elhető eszközök közül csak az applikációkat, tehát a felhasználói programokat, egyéb furaságokat nem szeretné látni, akkor ezt bepipálod, és akkor látod, hogy csak azokat látni, amiket éppen frissíteni kell, és felhasználói program. Miért? Mert valljuk be őszintén, hogy te a Firefoxot vagy a Zupsot, ez a nyomtatókezelő eszköz, ezt úgy ismered, de esetlegesen előfordulhat az, hogy itt vannak olyan, hát hogy is mondjam, libek, kisebb kiegészítő csomagok, függőségek, ami megzavarhat téged, hogy hát bizony ez kell, vagy nem kell, vagy egyéb. Azaz, hogyha csak a csomagokra, felhasználói programokra vagy kíváncsi, akkor az applikációkat bepipálod, és ő leválogatja. Az upgrade-en kívül természetesen tudunk keresni, és azaz, hogyha mi éppen a KDN Live-ot, KDN Live-e, és Enter-t nyomunk,
és kiírja, hogy mik vannak. Nekem fel van telepítve a KDN Live videóeditor, ez a verzió flat hubból, tehát a flat pakokat használom, és itt is van a kis rajzocska, le tudom szedni, el tudom indítani. Mi az a plusz jel? Hát mi az a plusz jel? Kiír nekünk egy, hogy history, mi történt, downgrade, tehát downgrade-elni, visszaléptetni is tudunk, illetve le tudjuk tiltani azt, hogy hát bizony ez frissüljön, hogyha te nem szeretnéd, és több olyan csomag van, ami megjelenik neked frissítésként, kiválogathatod azt, amit szeretnél nem frissíteni, előfordul. Terminálból is meg tudjuk csinálni, hiszen a upgrade-ről már volt cikk, szerintem ott is kényelmesen megoldható. A kérdőjel, rákattintunk a kérdőjelre, és minden olyan információt megkapunk, ami számunkra fontos és érdekes. Hát, hogy milyen stabilákból való, a FlatHub-ról jön, a mit tudom én, a dátumot megnézed, meg akármit megtudsz, és ha úgy gondolod, hogy például vannak olyan kérdések, amik hát jobban ki szeretnéd fejtetni, azaz írjon már egy-két nagyobb mennyiségű információt, akkor rá tudsz kattintani. Nyilvánvalóan előfordulhat, hogy ugyanazt az információt kapod meg, de nézzünk meg egy másikat, egy natív telepítésű dolgot, ami a saját tároló, tehát az Arch saját tároló, véletlenül a Debiannál is így meg tudod nézni, hogy melyik fajta, melyik típusú tárolóban van, a hivatalos tárolóban lévőre rákattintunk, és megnézzük, hogy mit ír ki. Hát bizony, megnézhetjük azt, hogy akármit, és rákattintunk, és a csomagok, amikre szüksége van, azokat kírja. Tehát egy plusz információt is be tud szerezni. Természetesen most nem térek ki, hogy az uninstall meg az install mit jelent. Azt hiszem egyértelmű, és hogyha el szeretnénk indítani, erre kattintunk, nagyon kényelmes, ez akkor kényelmes, hogyha vannak csomagok, vannak programok, több konkurens program, amit ki szeretné próbálni. Mondjuk egy editáló, egy szövegszerkesztő, egyszerű cuccot, vagy terminál programot, terminál emulátor programot, akkor felrakod, elindítod, elindul, tetszik, nem tetszik, nem tetszik, rögtön a csomagkezelő program becsukása, megnyitása nélkül el tudod újra távolítani, azaz kényelmes, és ebből látni, hogy olyanok csinálták, akik egy picit is értenek hozzá. Azaz tudsz te keresni, és fel tudod telepíteni, és el tudod távolítani azokat a csomagokat, amiket szeretnéd. Nagyon-nagyon kényelmesen. A típust megadhatod, hogyha olyan gondolatod van, hogy az Aurból nem kellene, ezt a program fajtát, mondjuk a KDN Live-ot kizárólag Flatpakből szeretnéd felrakni, akkor nyilvánvalóan rábögsz, hogy csak a Flatpak jelenjen meg, és csak az fog megjelenni. Azt hiszem, ezt nem is kell ragozni, illetve a kategóriákat is meg tudod nézni, hogyha több olyan csomag van, amit keresel, be-x-elheted hasonló nevű, bepipálhatod, hogy csak mondjuk az audio-videó kódekek között keresen, amikor esetleg lehet, hogy hasonló nevű van, mondjuk videószerkesztő, vagy akármilyen szövegszerkesztő néven is, hiszen hasonló nevű programok létezhetnek. Oksi, a következő, ami szerintem totál fölösleges, az ajánlati könyv, tehát ő föl fogja neked ajánlani azokat a programokat az adott csoportokból, mondjuk itt már valóban a csoportoknak van értelme kiválogatni, hogy melyikből igazából szeretnél keresgélni, van egy ajánlati dolog, ez olyan a séf ajánlata, igazából nem tudom, hogy miért éppen ezt az audio, videó, cuccok közül miért ezt a hármat találták ki, hogy bizony ezt ajánlom. Nyilvánvalóan ők ezt szeretik, ezt ajánlgatják. És hogyha rákattintasz a kategóriákra, meg tudod nézni, hogy például milyen abból a kategóriából, akkor ő bizony le fogja neked válogatni appszokat be, nem upgrade-elhetőek, tehát jelen pillanatban nincs új, azt is kilistázunk, azaz nagyon szépen be tudod skálázni, hogy mire vagy te igazából kíváncsi. Nagyon jó keresőrendszere van ezzel, hogy upgrade-ellenődő az appszokat is, tehát a programokat, felhasználni programokat is be, kategória és típus szerint le tudod válogatni egy kisebb csoportban, mondjuk a videószerkesztők, vagy a
esetlegesen a jelen pillanatban a böngészők között, ez nem annyira érdekes, de hogyha olyan rendszert használsz, ami fölpakol vagy 20 darab terminál emulátort, és már herótod van, hogy mindig másik indul el, és neked pontosan egy kell, akkor ki tudod válogattatni ezzel a berendezéssel a terminál emulátorokat, vagy akármi, amire van itt megfelelő dolog, torrent, videó, XFCE-hez tartozó, Python alapú nyomtatás, P2P letöltő cuccokat, ki tudod válogatni, ami számodra fontos, és eltávolítani, ami éppen nem kell. Azaz, szépen minden telepítő, upgrade-elhető, downgrade-elhető dolgokat meg tudsz itt tenni grafikusan. Oké, lépjünk is tovább. Azt talán észrevetted, hogy én, amikor beütöttem, hogy KDN Live, mit kaptunk? A Flatpak-et, megkaptuk a saját tárolót, meg az AUR-t. És az App Image. Na hát itt van egy kis hiányosság, vagy legalábbis szerintem egy javítandó dolog. Az App Image-eknek nincs központi tárolóhelye. Azaz a FlatHub-nak ott van a központi tároló. Ott van, onnan le lehet szedni. Ott van az AUR, ott van a saját tárolóink, illetve Debian alatt is a saját tárolók ott vannak. És a App Image-ekkel mi a helyzet? Hát sajnálatos módon nincs ilyen központi tároló, így bizony saját magunknak fel kell menni a programnak, mondjuk a KDN Live-nak, a saját oldalára, és mit kell tenni? Letölteni az App Image-et, és ezzel a szerkentyűvel, ezzel a programmal installálni. Azaz első körben felmész, letöltöd. Letöltés után bemész a letöltési mappádba, és megnézed azt, hogy bizony milyen nevet kapott szegény KDN Live-unk. Ez a név nem jó. Első körben, hát amire én rájöttem, legalább 5 perc eltelled, de gyakorlatilag rájöhettem volna előbb is, így nem jó. Ő úgy fogja keresni, hogy app nagybetűvel, és nagybetűvel az is. Tehát app, image, nagybetűvel ez a kettő. Átnevezzük, ezt fölgörgetjük, és rákattintunk erre, install app image file. Hát nyilvánvalóan megkérdezi, hogy hát ezt akarod-e, és hát betallózzuk, nyilván a letöltések mappába fogunk mi belemenni, nem ebbe a mappába, hanem a letöltések mappába fogjuk, és meg is találjuk, appen, open, és kész, kitölti saját maga. Te is át tudod írni, tehát hogy a kategóriákat szeretnéd a videóba belerakatni, hogy ha neked start menü szerűséged van, akkor hát bizony át tudod állítani. A verziót egyebet nem kéne nagyon piszkálgatni, de megjegyzés egyéb mehet. Én ide beírom, hogy app-image, ez csak azért, hogyha a start menüt használom, a megjegyzések között jelenjen meg már az, hogy App Image és nem a natív meg vagy a Flatpak telepítést indítom el, hanem az App Image-et a 3-4 felinstalált KDN Live-om közül. Oké, és végrehajtatjuk, egy kicsit dolgozik, és ahogy látni, szépen kirogatja azt, amit ő elvégez menet közben. Ha több infó kell, tehát telepítesz és szeretnéd látni, akkor erre kattintasz és kírja az összes olyan dolgot, amire neked szükséged van. Azaz, itt is megkapod a telepítésnél és frissítésnél, egyébnél azt a kényelmi funkciót, amit terminálba is, meg az előzőekbe bemutatott Pamacsomban is, bizony, hogy ott mindent lehet látni, nyomon tudod követni. Oké, mi van még itt? Itt a plusz jel alatt van, szinkronizáljuk az adatbázist, a chase-t töröljük, a gyors upgrade-elés, mentés és visszaállítás. A mentés és a visszaállítás a TimeShift nevű eszközzel fog működni. Ha te szeretnéd a rendszeredet menteni egy nagyobb frissítés előtt, és utána esetleg visszaállítani, hogyha balhés a dolog, azaz valami elromlott, akkor nem csak ezt, hanem a TimeShift nevű eszközt is fel kell telepíteni. Véleményem szerint
a Debianba is natívan elérhető, tehát a telepítés nem fog gondot okozni. A árcsalat természetesen minden további nélkül fel tudtam húzni. Tehát, hogyha az, hogy mentés és visszaállítás közül a mentés neked hiányzik, a timeshift fog hiányozni neked, azt a telepíteni kell, és akkor rögtön felismer, hogy na hát ilyen nem van, és hát ezt a lehetőséget is szeretnéd használni. A következő, itt a beállítások. A beállításokhoz nagyon nem kéne nyúlni. Én azt vettem észre, hogy logikusan összeállított program, logikusan kiválasztott alapértelmezés van, ha nem tudod. Ismétlem, ha nem tudod, hogy mit állítasz itt, nagyon nem tudsz eltolni semmit, de azért jobb, hogyha nem piszkálod, akkor nem kéne állogatni. Azaz a tárolókat, a Flatpak, az Arch vagy az Appimage tárolókat, a kezelt dolgokat itt ki tudod választani, milyen típusú eszközöket használjon vagy kezeljen. Nyilvánvalóan, hogyha Appimage-ed meg a Flatpak-et, a Herótod van ettől a kettőtől, akkor meghagyod a saját Arch vagy Debian tárolókat, ezeket a dolgokat, ezeket a csomagneveket, és utána csak azt fogod látni. General, ez nem a biztosító, hanem az alapbeállítások. A nyelvet beállíthatod, magyart nem beszél. A jelszókérés, a megerősítéskérés, hagyd a megerősítéskérést yes-en, mert ha még ismeretlen a program, esetleg ide-oda kattingatsz, ez a hátrány a grafikus dolgoknak, hogy ide-oda tudsz kattogtatni, és esetleg egy rossz helyre egy sorral odébb kattintás, már nem azt az eredményt hozza. Azaz az ajánlati dolgokat is ki tudod, vagy be tudod kapcsolni, én ki szoktam kapcsolni, hány darab ajánlott program legyen, hogy a listába 10, 100, 500 kutyát nem érdekli, magyarul, hogy mire állított, amennyi kell, én kikapcsoltam, mert nekem ne ajánlgassa föl azt, ami a készítőnek a kedvenc programjai. Nekem ne ajánljon programot, én ki fogom keresni, amit kell. Reboot, azaz újraindítsuk-e upgrade után, igen, rákérdezzen, vagy ne. Hát ezt bizony te el tudod dönteni, ha újraindítást kérsz. Ha kernelt frissítesz, akkor én azt mondom, hogy ne ezzel indítsd újra, hanem becsuksz minden programot, és utána egy rebootot csinálsz, hogy a kernel frissítés, vagy ehhez hasonló dolgok életbe lépjenek. Az interfész, a beállításnak a kinézetét tudod beállogatni, a stílust, a letöltési ikont, a méretezést, az autoskálázást. Igazából nem egy olyan dolog ezeknek a beállítása, ami én azt szoktam tenni, hogy itt azért fölveszem jó nagyra az applikációk, azaz a programokat a displayen, azaz hányat jelenítsen meg, mert hát azért kényelmesebb lapozgatni, görgetni. Tray ikont be tudsz rakatni ezzel az eszközzel, én ezt nem használom, azaz legyen-e upgrade-nél egy olyan kis ikonka, ami szint vált, vagy másik ikonra vált a tálcánál, én azt mondom, engem ez zavar, már ne ő mondja meg, hogy jé, van frissítés. Természetesen Arch-ot használok, nekem a Chrome-ba fut a frissítéses dolog, hát ne igazán jelezzen mindenfajta ikonka előugrással, hogy bizony van frissítés, idegesítő tud lenni, de be tudod állítani, és akkor nagyon jó lesz. Haladó, a haladó az nem annyira haladó, hogy meg kelljen ijedni, multitrade-be, tehát több szálon töltse le, ha olyan a programod, vannak olyan programok feltelepítve, amik adják azt, hogy multitrade-be párhuzamosan tudsz letölteni frissítéseket, igazából nem nagyon érdekes számomra, akkor ezeket be tudod itt állogatni, igen, ne. Egyéb ISN kell hagyni, aztán a leggyorsabban megy. A következő lap a mentés backup. Ha feltetted a timeshiftet, vagy fent van, akkor rögtön meglátod ezt a lapocskát. El tudod dönteni, hogy mit szeretnél ezzel tenni. Én azt mondom, logikusan hagyd így. Ez a legátmenetibb, legbiztonságosabb, legkevesebb hibát felajánló dolog. Tehát, hogyha engedélyezed a mentést, nyilvánvalóan a felraktad a timeshiftet, és csak ezért raktad fel, akkor nyilvánvalóan ezt szeretnéd engedélyezni, hogy te ezekkel a lehetőségekkel éljed. Nem automatikusan fog neked rendszert menteni, hanem rákérdez, ha ezeket a beállításokat használod. A módot, a mentési módot el tudod dönteni, hogy az egyszeri, single,
módot szeretnéd használni, vagy a másikat, én azt mondom, hogy az inkrementált érdemes használni, mert ez csak a változtatásokat fogja lementeni. Kicsit helytakarékosabb. Döntsd el, hogy melyik tetszik neked. A típust, az AirSync-et használja, vagy ezt a másik programot, én az AirSync-et ismerem, ez van alapból bepipálva, megfelelő nekem, és mikor legyen, és milyen módszerrel mentés. Installálás előtt, uninstallálás előtt, upgrade előtt, downgrade előtt? Ezt te tudod. Hagyjuk Ask-on, azaz kérdezzen rá, akarunk-e akkor menteni. A no, az nyilvánvalóan te el tudod dönteni, hogy ezeknél nem, csak akkor szeretnél rendszert menteni, ha upgrade van, vagy installálás előtt, azt te el tudod dönteni. Én szeretem, hogyha rákérdez, és akkor döntök. A yes-t semmiképp sem ajánlom kisebb gépeken bepippantani. Miért? Mert hogyha felteszed a Vimet, mondjuk egy szövegszerkesztőt kipróbálni, előtte ment, mert hát azt mondtad neki, hogy yes. Jön 10 perc múlva egy upgrade a Vimhez. Megint megcsinálja a mentést. Utána 20 percre rá kitalálod, hogy hát te aztán biztos, hogy a Vimmel, V-I-M-mel, te nem szeretnéd dolgozni, mert hát ez a billentyű kombináció kiosztás, ami nála van, nem fehér embernek való szerinted, és hát fúj, és leszeded. Akkor már van 3 mentésed, ha mindent bejesszeltél, igaz? Tehát jobb az, ha te döntöd el, hogy az adott upgrade-nél, adott frissítésnél, akár installálásnál, vagy egy downgrade-nél, tehát visszaminősítesz egy programot, ott legyen a mentésed. A mentés helyet foglal el, fontos dolog, de hogyha túlzásba viszed, úgy jelsz, mint egy kedves kollega, kiderült neki. Az egy terrás lemeze megtelt. Alig van, fönt neki csomagja, olyan 800-900 csomag volt, i3-ast használt, és egyszerűen nem jöttünk rá, hogy miért tellett meg a rendszer. Egyszerűen azért, mert a timeshiftet azt hitte, tehát a mentő, rendszermentő programot, azt hitte, hogy az mindig kell futtatni, és folyamatosan, mert biztos, ami biztos. 2-3 mentésnél több nem kell a rendszeredről, egy tiszta mentés, és azt véleményem szerint, hogy amikor főpakoltál mindent, és szuperül megy, és az alaprendszer mindenfajta beállítása megtörténik, egy szűzmentés, tehát egy új rendszermentés, és egy nagyobb upgrade-nél, egy nagyobb átalakításnál is érdemes egy-egy mentést csinálni, nem egy darab program felrakásánál, és utána leszedésénél csinálunk mentést. Tehát te azt csinálsz, amit akarsz. Oké, a flatpack-eket, vagy a system, vagy a userhez kerüljenek, vagy kérdezzen rá. Nyilván, kérdezzen rá. Egyébként, hogyha a usert, az usert bepippantod, nem jelent neked semmi gondot. Az Arch-nak a beállítása alapértelmezettségként véleményem szerint bizony megfelelő, azokat állogatod be, amit szeretnél. Hát nyilvánvalóan az első kettőt érdemes ijeszre tenni. Nyilvánvalóan, hogy használja rendesen, rendszer szerint az Arch-nak az autárolóit, a többi meg természetesen úgy állogatod, ahogy szeretnél. Itt az alapbeállítás szerintem bőven jó. A következő fül az AppImage-ekkel foglalkozik, hogy te az adatbázisát folyamatosan karbantartod az AppImage-eknek vagy nem. Egyéni dolog, nyilvánvalóan, hogyha két darab AppImage eszközt használsz, akkor nem feltétlenül szükséges. Ez de hagyjuk alapbeállításnál, és utána nem lesz gond az eltávolítással, illetve az installációval, mert simán meg fog mindent tenni. Debian alapon eltérhetnek ezek a fülek, nyilvánvalóan, ott is logikusan végig kell gondolni, hogy mi a jó neked, és beállogatni. Én azt mondom, hogy ha te igazából nem akarsz ezzel foglalkozni, az alapbeállítások jók fognak lenni, hiszen nincs olyan iszonyatosan nagy beállítási lehetőség, döntési lehetőség, ami nagyon belenyúlna abba, hogy te sokkal jobbá, vagy sokkal rosszabbá tedd ezt a programot, és hát a változtatásokat leokézod. Én mindent úgy állítottam be, amit lehetett, hogy ask, azaz kérdezz már rá, és akkor majd döntök. Hát most nem akarom újraindítani a programot nyilvánvalóan, mert értelemszerűen hát nem szeretném újraindítani.
hiszen a felvétel megy, elvégzi az rendszeradminisztrációt, letölti számomra a frissítéseket, egyebeket, a adatbázist, és egy pár másodperc után, attól függ, hogy milyen gyorsan megy ez, újra megkapom. Mit teszünk? Upgrade-eljük be azt, amit ő szeretne. Nézzük meg, ez mehet, én át szoktam nézni, de nyilvánvalóan itt erre a kis nyílra rá tudsz kattintani, és deaktiválhatod azt, hogy hát bizony ne legyen frissítve, nyilvánvalóan erre van lehetőséged, és akkor upgrade-elünk, és upgrade-el, igen, szeretnéd, ott a kis nyílaska, eléggé megtévesztő, az a letöltéshez hasonló, tehát kis tálcába mutogat az anyél. Én először azt hittem, hogy letölti a csomagot, de nem. Azaz, persze letölti a telepítéshez, frissítéshez, de én úgy gondolom, külön letölti, és akkor avval nekem még valamit kell csinálni. Nem, föl fogja frissíteni a rendszert, és yes, bekéri a jelszavadat. Ez mindig érdemes tudni, mert rendszergazdaként, és én erre rá fogok itt pipálni, hogy igen, hát ezeket szeretnéd, kiírogatja azokat a megszokott dolgokat, hogy ja, és utána elindítod a procedúrát, és ezt és bepipálod, és erre ráböksz, és akkor elindul az ismerős dolog, azaz szépen megcsinálja mit? Azokat a rendszermentéseket, azokat a frissítéseket, amire nekünk szükség van. Nézd meg, hogy hova ment. Hova ment a run per timeshift per backup-ba, menti a rendszert. Ez az első ilyen indítása, ez egy kicsit hosszabb, ilyenkor csinál az ember, legalábbis véleményem szerint, hogyha már benne van ez a lehetőség, egy rendszermentést, ami hosszabb idő természetesen, és utána a frissítés le fog futni. Ennyi az egész. Lefutott a frissítés, és örülünk annak, hogy van egy rendszermentésünk, beállítottam, hogy legyen egy rendszermentésem, és ezentúl vissza tudok térni erre a rendszer, erre a pillanatra. Azért mondom, hogy érdemes azt tenni, hogy csinálsz valamikor, amikor fent van a rendszered teljesen egy rendszermentést, és utána nem percenként, 20 percenként naponta egy rendszermentést csinálni, hanem lesz egy alap, és utána majd, mit tudom én, hetente, két hetente, nagyobb frissítéskor, vagy esetleg egy macerásabb, kiírták az interneten, hogy ezzel a frissítéssel azért jobb, hogyha vigyázol, akkor csinálsz előtte, ez mindig előtte megcsinálja, tehát nem utólag menti le a rendszeredet, egy rendszermentést, és utána visszaállíthatod, ha valami nagyobb balhé van, természetesen. Ennyi az egész, azaz egy nagyon kényelmes, jópofa, kis pluszt is, rendszermentést is tartalmazó, egyéb, nem csak a saját tároló aurból való telepítést tudja, amit az előzőekben bemutatott, hanem a Flatpak rendszert, az AppImage-et is kezeli. Persze AppImage nem egy nagy dolog, hogyha bizony csinálsz, bizony letöltesz egy AppImage-et, bemásolod valahova, aztán boldog vagy, kap egy futtatási jogot, aztán fut. Tehát ez oké. A restartot fölajánlja, én azt mondom neki, hogy tesókám, most nem restartunk, mert akkor a felvétel megszakad, azaz ennyi volt, láttátok, villám gyorsan. Azért beszéltem ennyit, hogy lássátok a rendszermentés milyen gyorsan megtörténik, lássátok az upgrade milyen gyorsan megtörténik, és látható, hogy professzionálisan, kényelmesen nem csak telepítesz, upgrade-elsz egyéb, hanem kapsz egy olyan biztonsági dolgot, ha bizonytalan vagy, vagy éppen szeretnéd, egy-egy rendszert lementesz, és azt vissza tudod állítani a timeshift-tel. Nyilván az egy másik program, de ebből is vissza tudod állítani a programod. Ezzel menteni tudsz, ezzel pedig visszaállítod a megfelelő dolgokat. Vissza szeretnéd állítani? Igen vagy nem? Hát most nyilvánvalóan nem szeretném visszaállítani, de van rá lehetőség. Profi! Nagyon megtetszett az a program. Köszi szépen! Sziasztok! És mindenkinek jó Linuxozást kívánok!